Az elmúlt szezon végén 5 év után búcsúzott a legmagasabb osztálytól a Nyíregyházi Teke Klub együttese. A csapat együtt maradt, sőt Fehér Béla személyében egy klasszis játékos érkezett Szegedről. Célként az azonnali visszajutást tűzték ki a klub vezetői, bár tudták, hogy az NB egy keleti csoportjában is erős riválisokkal kell majd megküzdeniük a nyíregyháziaknak. Nehéz volt, bár személy szerint nagyon sok játékost ismertünk az NB1-es körökből, ugyanis a keleti régióról beszélünk, a Dunán innen, tehát nagyon sok versenyen találkoztunk már korábbi években ezekkel a játékosokkal, illetve korábban játszottunk ugyanúgy az NB1-es bajnokságokban egymás ellen. Azonban úgy gondolom, hogy eléggé tisztelték a Nyíregyházi Teke Klubot, főleg úgy, hogy egy nívós névvel, a Fehér Bélával kiegészültünk, és egy kicsit tartottak tőlünk, és végül is ezt a vizet meglovagolva sikerült jó néhány meccset behúzni, és hozzáteszem, hogy azért az önbizalmunk is már egész pozitív irányba állt a előtte lévő szuperligás kudarcok után. Azonban jött egy olyan vereség hullám, mondhatjuk azt, ami egy kicsit úgy megnehezítette a csapat sorsát, hozzájárult az is, hogy abban a pillanatban például a Fehér Béla csípő problémával küzdött, és meghúzódott több mérkőzés is, azt lehet mondani, hogy nehezére esett, és volt, amit ki is kellett hagynia. Az NTK több mérkőzése is szoros végjátékban dőlt el, és nem mindig fintáik számára alakult jól a találkozó hajrája. A rivális BKV otthonában csupán egy csapatponton múlott a pontszerzésünk, aztán következő ilyen mérkőzés volt Cegléden, ahol csupán 9 fával kaptunk ki idegenben, majd utána jött egy másik vereség, ami Szegvárhoz utaztunk, ami egy elhalasztott mérkőzés volt az első fordulóból, és ott is vesztesen hagytuk el a pályát, bár ott több játékosunk nem tudott elutazni, Bélával együttetően szintén. Majd jött egy olyan hazai mérkőzés, Zsinórban, azt lehet mondani, a negyedik, amikor gödörbe kerültünk, és ráadásul pont a élmezőnyhöz tartozó első helyezett Vilati Eger látogatott Nyíregyházára, és egy nem várt hazai vereség történt. Hozzáteszem, hogy közel 20 fás vereség volt, de itt is több sérült játékosunk vállalta a játékot. Finta Zoltán szerint maradtak még tartalékok a csapatban, tavasszal jobb teljesítményre lehetnek képesek a játékosok. Én úgy gondolom, hogy közel 100 fa hazai pályán benne maradt eddig a Nyíregyházi Teke Klub játékosaiban. Kicsit gyengébb teljesítményeket nyújtottunk, most nem azt mondom, hogy bődületesen gyengébbek, de ezek a 15-20 fás lehetőségek, amiket elszalasztottunk, vagy korábbi években sikerült mindig megvalósítanunk, ezek hiányoznak most egy kicsit a csapatból, de bízunk benne, hogy a januárban hazai pályán fogunk egyből kezdeni, majd hozzánk látogat a Szegvár csapata, és bízunk benne, hogy onnantól kezdve megindul a hajó, mindenki egészséges lesz, és kettős elszántsággal mindenki úgy készül, hogy szeretnénk igenis visszajutni a Szuperligába. Január második hétvégén 6 nyíregyházi játékos Szegeden a hagyományos világranglista versenyen lép dobóállásba, majd egy héttel később a Szegvár elleni hazai mérkőzéssel rajtol a tavaszi szezon fintáik számára.